Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt Szigetváron, az ország egyik nemzeti emlékhelyén. Azért lehetünk mi nemzeti emlékhely, mert 1566-ban 4. Zrínyi Miklós és mártír társai, miközben Szulejmán szultán ostromos sergei beszorították őket a belső várba, úgy döntöttek, hogy nem adják meg magukat, hanem példát mutatva hazaszeretetből, bátorságból kirontanak az ellenségbe és életüket áldozzák a hazáért. 1566 Szigetvár történelmének központi dátuma, évszáma, ugyanakkor nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a 15. század kezdetétől kezdve napjainkig a vár köré nagyon-nagyon sok történelmi esemény fonódott. Hogy csak más nem mondjak, Török Bálint, Tino Dilantos Sebestyén, azok a híres emberek, akik a 16. század első felében itt éltek, itt alkottak, innét indultak el. 1556-ban Radetzky Stancsics Horvát Márk, aki kádimali budai pasa seregeivel szemben sikeresen megvédte Szigetvárát. 1566, ugye, mert már említettem, és utána is nem veszítette el jelentőségét, hanem átalakult, hiszen 1688-ban a visszafoglalást követően nem robolták le a várat, hanem a császári seregek logisztikai központként használva kazamatasort építettek hozzá, és tovább is volt katonai élet. Aztán a 19. század második felétől pedig földesurak vették át, festeticsek, andrásiak voltak itt a földesurak, az andrásiak pedig még ezt a kastélyt is építették a várba, ahol épp most vagyunk, ez az egyik része ennek a kastélynak, és ez olyannyira jól sikerült, hogy Szulejmán szultán dzsámiját körbeépítették a kastélyukkal. Tehát, hogyha valaki ide látogat, akkor építészeti szempontból is évszázadokat felelően tudunk tárlatvezetést tartani, érdekességeket bemutatni. Az első öreg torony építésétől kezdve egészen a legutóbbi 2016-os évi 450. évforduló alkalmából történt föltárásoknak az eredményeit. Új épületek helyeit sikerült feltárni, új eseményekre sikerült fényderíteni, teljesen új szemlélettel, teljesen új adatokkal tudjuk elmondani Szigetvár történelmét a 15. századtól kezdve egészen napjainkig. Itt, ahol jelenleg vagyunk, ez a múzeumi gyűjtemény sok érdekességet foglal magába, hiszen egy nagyon különleges hangyár gyűjteményünk is van, ahol a 17.-18. századi török fegyverek, különleges szépségű török fegyvereket tekintett meg az érdeklődő. Nem sokkal ezeknek a hangyároknak az arab felirata is le lesznek fordítva, és emléljük jövőn, akik ide látogatnak, már a szöveget is el tudják olvasni. Köztük főnemesek, főurak és egyszerű bektasi derviseknek a fegyvereit is megtekinthetik. Ha tovább megyünk, akkor különböző fegyverek a 16. századból, az 1960-as évek első felében történt, Kovács Valéria által történt föltárási munkálatok során fellelt anyag, ágyúgolyók, kőből, vasból, érdekesség, hogy itt már üreges ágyúgolyókat is találtunk 1566-ban. Olyan talicsát, amely abban az időben az ágyúgolyókat hordták ki, kint az udvaron pedig olyan ágyúval is találkozhatunk, amely abban az időben bizony már itt dörgött és lőtte a törököket. Bent különböző fegyverek, puskák, lőfegyverek láthatók, különböző koroknak a fegyverei, szakértőink, tárlatvezetőink, illetve hagyományőrzőink az érdeklődőknek részletes tájékoztatást tudnak adni ezekről a fegyverekről, ezekről a különböző, lehet mondani, hogy ereklyékről. Ezen kívül festményeink vannak, itt mögöttem látható egy kiváló faragási kirohanásról, amelyet ugye a 400. évforduló alkalmából készített egy képzőművész. Ezen kívül pedig hagyományőrzőink rendszeresen tartanak bemutatókat. A várfal egy külön érdekesség, hiszen, ahogy már említettem, építészeti szempontból itt az 15. század elejétől különböző építészeti rétegeket, különböző építészeti stílusokat találhatunk. A várfalról nagyon szép kilátást nyílik a városra, illetve a gyönyörű szép környezetre, ami ugye anno annak idején mocsár volt, illetve a mocsárra leengedték az almás patakot. Így ilyen 5-6 méter mély vizes mocsaras réteg keletkezett, ami nagy mértékben megnehezítette az ostromot. 1566-ban Zrínyi Miklósnak azért nem volt szerencséje, mert az évtized legnagyobb szárazsága miatt nem elég, hogy átvágták azt a gátat, ami ez a vizet megtartotta, hanem még az északi részről az utánpótlás is kiszállt. Ezért töltetett meg az ágyokat egyre közelebb tudták hozni az ostrom szerkezetekkel együtt, és végül is sikeres lett az ostrom. Szigetvári várnak az erőssége, hogy nem csak a falai között, hanem
nem csak az épületek falai között, hanem a vár falain belül is nagyon-nagyon sok érdekesség látható a szabadtéren. Említettem már egy 16. századi ágyút, de a kapun bejövő vendégeket egy gyönyörű szép Andrássyak által telepített arborítum, egy gyönyörű szép liget köszönti, ahol meg lehet pihenni. És miután remélem, hogy sikerült felkelteni az érdeklődésüket, szívesen látjuk Önket egy Szigetvárra. 6-os főútvonalon Pécs felől, illetve Balcs felől, valamint a 65-es főúton Kaposvár irányába közelíthető meg. Parkolási lehetőségek a városban vannak, illetve az Almáspark túloldalán, tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen 50-100 méteres maximális sétával el lehet jutni a várhoz, itt pedig körül lehet nézni, és ha mondta hangsúlyozom a vár igény, akkor tárlatvezetők hagyományozók segítségével sokkal mélyebben el lehet menni Szigetvár történelmével. Igyekszünk minél szélesebb szolgáltatási palettát, minél szélesebb időtartamban nyújtani kedves vendégek részére. Attól függ, hogy milyen évszakot írunk, mert nyáron természetesen sokkal tovább vagyunk nyitva, általában 10 órától este 18 óráig, téli időszakban 9-től 4 óráig vagyunk nyitva, de a szigetvarivar.hu oldalon, illetve Facebook oldalonkon, valamint Szigetvárváros honlapján, és ezek a hivatalos oldalaink, mert nagyon sok egyéb jóakaratú oldal van, de ezeken a hivatalos oldalakon mindig pontosan lehet informálódni nyitvatartási időről, szolgáltatásainkról. És mindenkit, kollégáim nevében sok szeretettel várok itt a Szigetvári Várban.